Mese a sütőporról, a háziasszonyok titkos fegyveréről, ami megreformálta a sütijeinket, és segítséget nyújtott, mielőtt megjelentek a konyhákban a hőfokot szabályozó sütő. A szódabikarbonát már az egyiptomiak is használták a múmiák preparálásánál, de elsőként 1791-ben egy francia kémikusnak, Nicolas Leblancnak sikerült laboratóriumi körülmények között nátriumkarbonátot előállítania. 1846-ban a két New York-i P. Twinks and Church felkérte a híres alkimista Dr. Griblet Flotzot, hogy készítsen nekik térfogatnövelőt, ami se nem kovász, se nem élesztő, hanem a gyorsan felhasználható szódabikarbona. Persze ezt nem tudták így név szerint megfogalmazni, csak azt mondták, hogy létezik egy olyan ásvány, amire ha vizelet szagú folyadékot öntenek, akkor buborékok képződnek. A szódabikarbonához nátriumklorid, ammónia és vízben oldott széndioxid szükséges. Az ammóniát szarvasagancsból nyerték ki, de ehhez nem volt olyan könnyű hozzájutni, így a jó doktor a kocsmából szerzett vizeletet és abból vonta ki az anyagot.